a népviselet napját ünnepelték Bánffy Hunyadon. A kalotaszegi falva képviselői a Ravaszház udvarán elhangzott előadások után a helyi kultúrotthonba vonultak át. Mi most összegyűltünk júliusban, összehívtuk a települések, kalotaszegi települések képviselőit, ahol van polgármesterünk, alpolgármesterünk, tanácsosunk, tiszteletesünk, és mindenki, aki képviselte, vagy képviselheti a faluját, és úgy döntöttünk, hogy szükség van egy ilyen ünnepre, egy kalotaszegi ünnepre, amely újra megmutatja a világnak, hogy mi még itt vagyunk, élünk, őrizzük a kincsünket, amit az őseink ránk bíztak, és ezt mi szeretnénk magunknak, és nem csak magunknak, de mi szeretnénk ezt szervezni. Tehát nem mások szervezzenek nekünk, hanem mi szeretnénk szervezni. Úgy látszik, hogy komolyan vették a települések, most 15 település van itt, ha minden igaz. Jövőre sokkal többen ígérték. Már beszéltünk a kolozsvári Magyar Napok szervezőivel, akik azt mondták, hogy szívvel, lélekkel mellénk állnak, hogy egy színvonalas, kulturális eseményt hozzunk létre több nap. Honnan érkeztetek? Zsobokról érkeztünk. Hány magyar él Zsobokon, tudod-e? Körülbelül 270 lakosa van a településünknek. Ez, amit most látunk rajtatok, ez a gyöngyös kalotaszeg? A gyöngyös kalotaszeg az általában a nádas mente, a miénk a szegi népviselet. Bánffy Hunyad kalotaszegnek fővárosa, nem a palotáiért, hanem azért, akik vagyunk és amik vagyunk. És én úgy gondolom, hogy ennek ideje volt, ha bár volt korábbi próbálkozás, egy kicsit úgy megszakadt, de ennek megvan az értelme, mert jó így együtt lenni. Jó az, amikor látjuk, hogy hasonlóak vagyunk, hasonlóképpen öltözünk, még a különbözőképpen is, meg a másik, ami összetart lévén, hogy én vagyok a lelkész itten a városban, akkor mondjuk a felekezeti hovatartozás is az egy itt a környéken, reformátusok vagyunk. Amiért jó találkozni, és amiért jó ezt megszervezni, én úgy gondolom azért is, mert kisebbségben vagyunk, és szeretnénk azt is, hogy ez ne érződjön, kivált a gyerekeink számára. Jó volna az, hogyha éreznék azt, hogy ez a kevés is, ha kell, akkor az sok tud lenni, és ha összetartozunk, akkor az a kevés is erős tud lenni, és reméljük azt, hogy a iskola, meg óvoda, meg bármi, ami van, az a pozitívunként fog ideállni. A rendezvény fő attrakciójának számító utcai felvonulás nem csak emlékeket idézett, de százak képzeletét is szárnyaltatta.